Felvételre készülünk, gyertek! A Csepeli ipartele egyik csarnokában vagyunk. Na, akkor megyünk. A kamera forog, tessék! Na, mutatkozz be, légy szíves. Hello. De az nem lesz benne, mert én fogom beülni. Szóval itt vagyunk, Csepelen. Még egyszer, ugyanez. Itt vagyunk Csepelen, klippet forgattunk a Flatband együttesnek. Ez megvan? Az elmondom, hogy így benne belemelegedjek. Ajaj. Ja, megvan, odaértem, hogy hot action. 3, 2, 1, action! Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, én a Holóval együtt jártam oviba, és mind a négyen együtt jártunk általános iskolába. Lassan 5 éve játszunk együtt, pontosan 4,5, 2009 óta. Igen. Egy közösségi oldalon láttuk, hogy van ez a Clipson verseny, és akkor szóltam a többieknek, hogy iratkozzunk már föl és próbáljuk már meg. Szóltunk a barátaiknak, és sikerült megnyernünk, és ezt nagyon szeretnénk megköszönni nekik is. A zsűrinek is. Mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Mert az 16 éves gyerekeknek ez nagyon jó dolog, hogy itt lehetünk. Jó, ez jó lesz. Oké, meg vagyunk. Kamera forog. Egy benne van az ernyőben, azt vegyük föl. Tessék! Ha számot össze kéne foglalni, akkor leginkább a környezettudatos gondolkodással lehetne jellemezni. A füstről, meg az autó gőzéről, ugye? Leginkább egy ilyen figyelemfelhívás és figyelemfelkeltés arra, hogy a globális helyzetre oda kell figyelni. A legtöbben, akik még a fölöttünk való generáció vannak, azok könnyen elsiklanak-e fölött, hogy őket ez már nem fogja érinteni, és legvalószínűleg minket sem. Viszont az utánunk következő generációkat igen. Elég komoly témájuk szám, és erre azt találtuk ki, hogy kis rövid jelenetekben mutatjuk be ezeket a problémákat és ezeket a környezeti hatásokat. Ezért volt 8 berendezett kis szettünk, mindegyiknek megvolt a kis saját jellegzetessége. A szett az nem jó? Jó a szett, jó nem? A szett, az trendi. Minél sötétebb, szerintem annál jobb. Ha. Már nagyjából egy fél napja forog a kamera. Csomó mindent használtunk. Volt füst, szélgép, esőgép, jég, aranyhal, egerek, patkányok. Vihar jelenet is volt, igen. Szélgépeztünk. Üvegház. Volt üvegház is, meg volt ilyen nagy füstölés. A legjobb a mai napban a lángszórózás. Ezt egyértelműen mondhatjuk, a lángszórózás. Akkor gyorsan megmutatnám a lángszórót, amit a videoklipben is láthattok. Ő összmerekod és visszanézve a kamerába. Minden egyes filmben, ami a második világháborús, vagy valami vietnámi, ott használnak lángszórót. Milyen érzés volt? Valamit marhára felgyújtanék. Olyan érzés volt. Borog. Nagyon durva volt.